ez a faludi dolgozószoba, itt születtek a kései faludi művek, például a Pokolbéli harmadik része. Nagyon szeretett itt tartózkodni a Gyurka, idejezőmét itt töltötte, a könyvek voltak a tulajdonképpen az ő gyerekei. Mert minden könyvet magáévá tett, vagy hogy mondjam ezt, tehát újraírt a fejben, és elképzelte, mert volt hozzá hatalmas képzeletereje. Tanuld meg ezt a versemet, mert meddig lesz e könyveled, ha a tiéd kölcsön veszik, a közkönyvtárban elveszik, s ha nem papírja oly vacak, hogy sárgul törik elszakad, kiszárad, foszlik, megdagad, vagy önmagától lángra kap. Ez itt a nappalink, ami tele van virágokkal, ez az a hely, ahol pihentünk, ahol beszélgettünk, borozgattunk, szerettünk. 240 fok már elég, és mit gondolsz, milyen meleg? Egy nagyváros mikor leég? Tanuld meg ezt a versemet. Tévénk nem volt, a Gyurka inkább moziba járt, színházba esteket tartott, a rajongóival találkozott, csomó-csomó jó dolgot csinált. Tanuld meg ezt a versemet, nem sokára könyv se lesz, költő se lesz és rím se lesz, autót hoz, benzin se lesz, rúm se, hogy leid magad, mivel a boltos kisenyit. Ez a konyha faludi másik kedvenc helyisége, mert nem csak főzni tudott, de enni is imádott. Itt készültek a híres libamájfogások és a királyre faludi módra. Ez a Gyurka tükre, ez egy 30 éves tükör, még Erikkel választotta vándorlása során. Egyébként a Gyurka nagyon hiú ember volt, nagyon szerette a haját, magáról gondoskodni, illetve szerette a mások gondoskodnak róla. Kivághatod a pénzedet, mert közeleg a pillanat, mikor képernyőt képelhet, halálsugarat közvetít, és nem lesz, aki megsegít. Tanuld meg ezt a versemet. Ez az erkélyünk, itt szoktunk vitatkozni a Gyurikával, amit a szomszédasszony nagyon élvezett. Visszamondta a másik szomszédasszonyomnak, hogy mindig hallgat bennünket, mert nagyon élvezi a vitáinkat. Ja, és itt szoktunk inni reggelente egy pohár hideg sört, és egyebek. Nagyon szeretett itt az erkélyen ücsörögni.